Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ön gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kártya utal egy hölgyre, és itt van egy csoport, tehát ő találkozik valakikkel. Lehet, hogy ez munkahelyi kapcsolat, vagy a szabadidőben valamit tervez másokkal együtt. Az is lehet, hogy ő szeretné azt, ha te megjelennél ebben a csoportban. Ez lehet egy terv, vagy lehet egy ünnepség, vagy lehet a baráti kör is, és vagy itt van egy kapcsolat egy hölgyel, de ez nem szerelmi kapcsolat, vagy ez a kártya, ez a hölgy utalhat rád, hogy ő szeretné, ha te is megjelennél ebben a csoportban, és lesz egy meghívás. Az is lehet, hogy te egy része vagy ennek a baráti körnek, vagy ennek a csoportnak, és ő jönni fog, mert látni akar téged. Az érzelmei. Itt látható az ünnepség, a vidámság, de a hamisság is. Ő kifelé úgy mutatja, minthogyha vidám lenne, minden jól alakul, örül ennek a találkozásnak, de ez egy rossz döntés, mert nincs kedve ott részt venni, vagy ő úgy érzi, hogy ebben a csoportban, vagy ennél az ünnepségnél, esetleg a családban vannak hamis emberek. Mit fog tenni? Itt ez a nappali szoba utal a te otthonodra. Ő inkább nálad szeretne lenni. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Az is lehet, hogy ki akar veled építeni egy közös otthont. Vagy ő úgy érzi, hogy a te környezetedben, a te családodban, vagy a te baráti körödben van ez a hamisság, és vagy közli ezt veled, vagy úgy gondolja, te rájössz erre, és akkor itt lesz egy szerencsés fordulat, és itt ez a nappali szoba utal, vagy a te otthonodra, vagy az ő otthonára, vagy egy közös otthonra. Mi fűz össze benneteket? Itt látható ez a ház, ami jelenti a biztonság érzetét, itt megvannak az alapok, és erre az alapra ki tudtok építeni valamit. Ez a ház jelenthet egy közös otthont, vagy egy ingatlan vásárlását, esetleg eladását, de mivel itt a ház és a nappali szoba megjelenik, azon kívül a szerencse, ő úgy gondolja, jobb lenne, ha kicsit visszahúzódnátok ezektől a kapcsolatoktól, vagy a családi ünnepségtől, és pontosan ez a visszahúzódás, a közös otthon, ez nyújtja a szerencsét számotokra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Nagyon örülnék, ha lájkolnátok ezt a videót, vagy írnátok kommentárt, hogy tetszette, igen vagy sem. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!